Fontos megélnünk az ünnepeket, így a karácsonyt is. Erről fogunk most beszélgetni Dani Zsolttal, a Szentendrei Baptista gyülekezet lelkészével. Köszöntöm a nézőket, és üdvözlöm itt a stúdióban Dani Zsoltot. Szia! Szia! Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat erre a stúdió beszélgetésre, aminek ugye a fő témája az maga a karácsony. De ezért kicsit beszélgessünk a gyülekezet idei évéről. Ez a 2021-es év azért tele volt nehézséggel, hogyha lehet így mondani. Nálatok hogyan nézett ki az elmúlt időszak, ez az egy év? Hát nem olyan volt, mint ahogy szerettük volna, meg nem is olyan, ahogyan megszoktuk. De talán pont ez az izgalmas a Krisztus követésében is, hogy mindig kapunk arra lehetőséget, hogy valahogy mindazt, amit mi fontosnak tartunk a Szentírás alapján, azt különböző körülmények között éljük meg. És hát igazán a kereszténység ilyen szempontból egy nagyon rugalmas lehetőséget biztosít erre. Tehát nem vagyunk hozzá szokva, meg hozzákötve állandó formákhoz, formulákhoz, hanem lehet ezt változatosan megélni. Voltak olyan dolgaink, amiket jól sikerült megoldani ebben az esztendőben is. Az ifjúsági centrumunk az szinte végig működött, sőt, így az őszi időszakra egyre jobban kiteljesedett, egyre több program került bele, nem csak a fiatalok számára, hanem a kisgyermekes családok számára, anyukák számára. Másrészt a gyülekezeti életnek egy része volt, amikor online módon történt, aztán próbáltuk kihasználni azokat a lehetőségeket, főleg a nyári időszakot, hogy szabadtéren találkoztunk, tehát egész nyáron ott voltunk a Kerényi Parkban, és hála Istennek, hogy ezek a találkozások, ezek azért vonzották a gyülekezet tagjait is, meg hát nem csak azokat, hanem olyanokat is, akiknek kényelmes volt, vagy véletlenül arra jártak, és érdekelte őket, hogy mi történik. Sikerült megtartanunk a gyülekezeti jótékonysági vásárunkat is. Most karácsony előtt a cipős doboz akciót, és hála Istennek, hogy több száz gyermeket tudunk így megajándékozni és örömet szerezni az ő számukra. Úgyhogy lehet, hogy nem volt annyi programunk, de én soha nem programokban gondolkodom, hanem elsősorban lelkületben, szívben, és lehet, hogy az egyik oldalon vissza kellett fogni dolgokat, de megnyílt a lehetőség, hogy a másik oldalon a lelkünkbe sokkal több mindent megosszunk a másikkal. Ahogy ugye most te is mondod valóban, hogy az, ami belülről indítja el az embereket, az a fajta hála, amivel ugye amit kapnak, azt ugye vissza is adják, és ugye pont erről szólt akár a jótékonysági garázsvásár, amin ugye nagyon sokan voltak szintén, illetve ez az offline cipős doboz akció, ami azért szintén nagy érdemű is, és azért sok embert megmozgatott, és nagyon sok minden összegyűlt. De ez a fajta hála, amit igazából az emberek azért is éreznek, mert hogy amit ők kapnak, azt tovább tudják adni. Ezt a fajta hálát. De hogyan tudnád megfogalmazni, hogy tényleg mindenkihez eljusson az, hogy ha van valamit, abból is érdemes továbbadnod, mert utána meg igazából csak többet kapsz. Hát igen, ehhez el kell jutni, föl kell nőni. A Bibliában is van egy olyan mondat, hogy gyökerezzetek meg, épüljetek fel. És ennek az a következménye, mondja ott az a bibliai vers, hogy háladásatok legyen egyre bőségesebb. Tehát fel kell tudni nőni. Nagyon sokszor mi úgy gondoljuk, hogy amiatt vagyunk azok, akik vagyunk, mert van egy családunk, van egy életünk, és vannak dolgaink. És hát ezek a hozzánk kapcsolódó dolgok, ezek valamilyen módon hát az én képünket erősítik, úgy gondoljuk, hogy ezek azok, amik tesznek bennünket igazán valakivé. És persze szerintem mindenki átélte ezt, hogy előbb vagy utóbb
elkopik a tárgyakhoz való vonzódás, és akkor kell valami új, amit megint birtokolhatok, aminek a birtoklása megint örömet jelent. És hát igazából ezek a dolgok, ezek fel tudnak gyülemleni. És nagyon jó érzés az, amikor az ember eljut oda, hogy hát minek őrizgetem, minek tartogatom, értékek ezek, de a számomra már nem értékek, mert valami új és új kell ahhoz, hogy átéljem az érzést. De ezt az érzést át lehet akkor is érni, amikor az ember ezeket továbbadja. Amikor fölajánlja olyanoknak, akiknek lehet, hogy erre szükségük van, és ez nem a sokadik olyan dolog, amit tartogatnak vagy őriznek, hanem lehet, hogy az első. Úgyhogy Keresztelő János is, amikor elkezdte az ő ige hirdetését, akkor arról beszélt, hogy hát akinek két ruhája van, az egyiket adja oda olyannak, akinek nincs, akinek élelme van, az ossza meg másokkal. Tehát rögtön az új szövetség ezzel a felszólítással kezdődik, hogy ha van valamivel bőséges, akkor add tovább, úgy lesz áldássá, és úgy leszel te is áldott. Valóban ez az áldás, ez azért egész évben fontos, fontosnak kellene, hogy legyen az emberekben, de ugye egy karácsonykor így mindig kicsit jobban erre fókuszálunk, hogy azért ilyenkor többen adakoznak, többen gondolnak tényleg azokra a szegény gyerekekre, akiknek ugye nem kapnak ajándékot, és nehezebb helyzetben vannak. De azért tényleg ez az egész évben fontos arra felhívni a figyelmet, hogy tényleg akinek van, azt tudjon is adni. De most így karácsonyra visszakanyarodva, így a baptista gyülekezetben hogyan szoktak kinézni az ilyen karácsonyi alkalmak, akár így az Isten tiszteletek, vagy ez az egész adventi időszak? Talán annyira nem különleges, de a számunkra mégis nagyon fontos. A baptista közösség folyamatosan azokra a belső lelki értékekre tette a hangsúlyt, amelyek néha megnyilatkoznak külsőségekben is, de hogyha nem nyilatkoznak meg külsőségekben, akkor is értékek is, akkor is számítanak. Azt hiszem, hogy az egyik nagy örökségünk, amit viszünk tovább, hogy például ilyenkor is nagyon szeretünk énekelni. És vannak gyönyörű karácsonyi dalok, amiket meghallgatunk, meg dúdolgatunk, de a gyülekezet lehetőséget ad arra, hogy ezekbe belekapcsolódjunk, ennek a részei legyünk. És de valahol ez az üzenet az a legfontosabb, meg a közösség átélésének a lehetősége. Tehát a másik dolog, igen, a közösség volt, amit igyekszünk gyakorolni. A gyülekezetben vannak kisebb csoportok, házi csoportok, akik kiskörben 8-an, 10-en, 12-en gyűlnek össze rendszeresen, személyesebbé tudják tenni a közösségnek az életét, sokkal inkább meg tudják osztani az örömüket, meg a terhüket is, így tudnak egymásról segítséget nyújtani, imádkozni egymásért. Tehát a közösség, de ugye karácsonykor sokszor ugye hallom, hogy család, persze nagyon-nagyon fontos, barátok nagyon-nagyon fontos, tehát a kapcsolat, de hogy karácsony az nem csak a családról szól, sőt, azt mondom, hogy elsősorban egy másik találkozásról szól, az Istennel való találkozásról és az Istennel való kapcsolatról, hiszen Isten kinyúlt, felénk nyúlt, adott egy lehetőséget arra, hogy a tőle távol került ember az újra közel kerüljön hozzá, hogyha ez számít neki valamit, és ez a lehetőség az, amit megragadhatunk, hogy egyébként nekem meggyőződésem, hogy minél közelebb kerülünk az Istenhez, annál könnyebb közelebb kerülni a másik emberhez.
Ahogy ugye most te is mondtad, hogy valóban ez a karácsony, ez igazából arról is szól, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. És valóban ez az ünnep, ez azért eléggé közkedvelt, hogyha lehet így mondani, az egész világon, tehát mindenki így a karácsonyt várja a legjobban. De emlékszem, hogy beszélgettünk már régebben is egy másik ünneppel kapcsolatban, és pont akkor fogalmaztad meg, hogy nem csak akkor kell megélni az ünnepet, amikor van egy kitűzött dátum, december 24-e, 25-e, hanem minden más alkalmat is ünnepnek tekinthetünk. És ez nagyon-nagyon tetszett, ez az ilyen megfogalmazásod. Te mit gondolsz, hogy az ünnep fogalma, az miért fontos a mai világban, és hogy nem csak azt akarja ezeket a bizonyos számokat, amiket most is említettem? Fontos, mert kapaszkodókat jelent, olyan lehetőségeket, amik, de sok ünnepünk van, ami keresztény ünnep. És hát ugye nem keresztények számára ezek furcsának tűnhetnek, de mégis mindegyiknek van olyan tartalma, ami azokat is valamilyen módon megérintheti. Mondjuk az adventi időszak, hogy az év vége fele egy kicsit elgondolkodni azon, hogy mi történt velünk, hol tartunk, milyen jövőt képzelünk magunk elé. Nagyon sokszor, ugye sokan szeretik az ünnepnek a fenséges hangulatát, érzéseit, és van elvárás, hogy hát ilyenkor csak jó dolgokról lehessen beszélni, és a lelkész is szép dolgokat mondjon, jó dolgokat mondjon. De azonban a Krisztus követése arról szól, hogy világosságban igazságot hirdetni. És néha az igazság, amit hirdetünk, az néha nem azonnal válik nyilvánvalóvá, hogy ez valami különleges. Nekünk lehet, hogy furcsának tűnik, de azt mondja az angyal Józsefnak, hogy megszületik a fiad, aki nem tőled van, hanem az Istennek a fia lesz, nevezd őt Jézusnak, és ezt a Jézus nevet mindenki ismeri, ami azt jelenti, mondja az angyal, hogy ő az, aki megszabadítja a népét a bűneitől. Hát ez egy, hogy azért született meg az Isten fia, hogy megszabadítson bennünket a bűneinktől, de hát most kérem, karácsony van. Hát most mi jó dolgokat akarunk hallani, érzékelni, látni, megtapasztalni. Nem akarunk a bűneinkkel foglalkozni, de hogy karácsonynak ez valahol a lényegi üzenete. De mindaz benne van ebben, hogy az ember elfogadja ezt, hogy igen, az Isten fia megszabadíthat a bűneimtől, és hogyha keresem őt, akkor átélhetem ezt. Akkor, hogy mindaz, amire Jézus nélkül szeretnénk eljutni, mindaz meg tudna sokszorozódni. Amikor megtisztulok, akkor megsokszorozódik a szeretet, a hála, az őszinteség. Úgyhogy hát nem egyszerű dolog, hogyha igazán az igazságnak a mélyére próbálunk hatolni, de hát reméljük azt, hogy egyre többen megértik. Én is még így pont gondolkodtam ezeken a lelki üzeneteken, amiket mondtál, és ugye pont ez az időszak, amit ugye te is említett, hogy ilyenkor kicsit valóban megállunk, és így értékelünk, úgymond, hogyha lehet így mondani, és azt is szoktam mondani, hogy ez az elcsendesedés időszaka. Szerinted miért fontos az én? Nagyon sokan így közhelynek hiszik ezt az elcsendesedést, pedig valójában tényleg fontos az, hogy leüljünk, és egy kicsit így átgondoljuk, nem csak az egész évünket, hanem a karácsonynak a szellemiségét, és azt, hogy mit is jelképez ez az ünnep. Körülvesz bennünket egy nagyon hangos közeg, és ez akkor is hangos, hogyha az ember leül mondjuk a számítógép elé, és megnézi a híreket, vagy épp lehet, hogy dolgozik, de jönnek a levelek, pittyeg a telefon, meg kell nézni, milyen üzenetet kaptam, milyen cikket osztanak meg, milyen friss hír van, és ez szüntelenül arra késztet bennünket, hogy zakatoljunk, hogy menjünk, hogy pörögjünk, pörögjön az agyunk ezektől
az információktól, amelyek akaratlanul bombáznak bennünket, és ilyenkor az ember, amit tesz, gépiesen teszi, mechanikus módon teszi, és ilyenkor nagyon nehéz arra koncentrálni, hogy akkor gondoljuk végig, hogy honnan jöttünk, hová jutottunk, hol tartunk, mit szeretnénk igazán, mert hát jönnek a külső impulzusok, és nem könnyű elcsendesedni. De valahol mégis szükséges erre egy pici időt adni. Nem egyszerű, tehát ha gondolok egy édesanyára, akinek van újszülött gyermeke, hogy például mikor tud-e elcsendesedni, és mégis csak valószínű, hogy ebbe az zaklatottságba egy kis időre ki tudja vonni magát a folyamatos munkából, fáradozásból, a folyamatos adásból, és egy picit tud arra gondolni, hogy akkor ennek az egésznek mi is igazán a lényege. Komoly áldozat az, hogy valaki ma elcsendesedjen, vagy időt tudjon szakítani az elcsendesedésre. De azt hiszem, hogy olyan ez, mint a magvetés. Ugye, ha nincs magvetés, akkor néha a földben kihajtanak a búzakalászok is, itt-ott egy-egy, de hogyha van magvetés, akkor ez egy sokkal nagyobb reménységet kínál föl a jövőre. Ugye most nagyon fontos fogalmak, hogyha lehet így mondani, hangzottak el tőled, így akár tényleg az elcsendesedés, csak kezdve a magvetésen át. Tehát ez mind ugye, ami a lelkünkből jön, és kicsit az, hogy felfogjuk azt, hogy mi van körülöttünk, és hogy pozitívan menjünk a jövőre. Te igazából, hogy mit tanácsolnál az embereknek, hogy hogyan értékeljék most így az elmúlt időszakot, illetve hogy hogyan vágjanak neki az elkövetkezendő 2022-es évnek? Úgy gondolom, volt egy olyan ige, ami nagyon szíven ütött engem, amikor volt a Szentendre főterén az első adventi gyertyagyújtás, akkor el is mondtam ott a megjelentek előtt. Keresztelő János édesapjának, Zakariásnak volt egy mondata az ő proféciájából, amely arról szólt, hogy Isten könyörülő irgalma meglátogat bennünket, mint a fény a felkelő magasságból, mint a felkelő fény a magasságból, hogy rávilágítson azokra, akik a sötétségben és a halál árnyékában élnek, és ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. És ugye ez a fény, ez a világosság, ami karácsonynak egy része, és a karácsonyi történeteknek is egy nagyon fontos része. Ez itt van körülöttünk több mint 2000 éve. És mi arra gondolunk, hogy hát ha itt van, akkor hát ennek már nagyon erőteljesen meg kellett volna változtatni a világunkat. És nem azt látjuk, hogy folyamatosan ez a világosság vagy az igazság győzedelmeskedik, hanem azt látjuk, hogy nagyon sokszor, mintha a sötétség győzedelmeskedne. Hiszen nagyon nehezen, nagyon lassan, nagyon kínlódva változik meg a világunk, változik meg az emberi gondolkodás. És akkor föltesszük a kérdést, hogy mennyire erőteljes ez a világosság, amit Isten küldött Jézusban. És mikor fogja ez legyőzni a körülöttünk lévő sötétséget? És azt hiszem, hogy amikor az ember ettől teszi függővé az örömét, a reménységét, akkor egy kicsit zsákutcába jut. Mert nem az a fontos mindig, hogy mindig lássuk a világosságnak a győzelmét, hanem az, hogy ez a világosság ez meglátogatott bennünket onnan a magasságból, és hogy Isten összekötötte a mi világunkat az ő saját világával,
hogy van egy kapocs, van egy út, ezt nem lehet elszakítani. Ezen keresztül az Isten könyörülő irgalma meglátogat bennünket, és akinek erre nyitva van a szíve, erre a könyörülő irgalomra, az akadály nélkül oda juthat Isten elé, és átélheti ennek az irgalomnak a csodáját, a megbocsátást, az, hogy Krisztus, Jézus megszabadít a bűneimtől, és megnyit előttem egy örökké való világnak a lehetőségét. Ebbe kell igazából hinnünk, és utána már nem lesz akadály. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a lelki üzenetet, és igazából ez nagyon-nagyon szép végszó is volt. Úgyhogy én köszönöm szépen Dani Zsoltnak, a Szentendrei Baptista Gyülekezet lelkipásztorának ezt a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és a kedves nézőknek, meg itt a Szentendre TV rádió munkatársainak is áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok magam nevében és a Szentendrei Baptista Gyülekezet nevében, és köszönjük azt a sok munkát, amit itt az istentiszteletek meg egyéb gyülekezeti hírekkel kapcsolatban végeztek. Isten áldjon meg benneteket! Nagyon szépen köszönjük, és szintén áldott és boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk, és sikerekben gazdag boldog új évet! Köszönjük szépen! Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra!